Köszöntelek titeket, sziasztok! Ez itt az Élvonalban újabb évadakató Ákossal. Úgy, hogy azt látjátok, megújultunk, megszépültünk, eltelt a nyár, elmúlt a nyár, rengeteg rendezvény volt ezen a nyáron, és pontosan ezért a mai epizódban, a mai műsorunkban elhívtam ide hozzám, magamhoz, magam mellé a rendezvényeknek az atyát, mégpedig Bura Magsai István Pétert. Ő következik. István, köszönöm nagyon szépen, hogy elfogadtad a meghívást, majd köszöntelek. Hát úgy, hogy mondtam, egy eseményekben dús és gazdag nyár volt. Mesélj a tenyarad, hogy telt? Köszönöm először a meghívást. Köszöntök mindenkit. Hello, sziasztok, jó napot, készcsók. Hosszú nyarunk volt, inkább így fejezném ki magamat, de nem csak a nyáron, az egész év, hiszen január-februártól már elindultak a szervezési folyamatok, és még tart, hiszen még lesznek még rendezvényeink október-novemberben is, így az egész évig naptárunk szinte tele volt. Az Expo Industry, mint a rendezvény sorozat, ez a szatmári cégekről, a szatmári cégek sem tömkelegéről, seregéről szól. Itt megtalálható a motoripartól, az autóiparig, kézművesektől, több száz cég az, aki a háttérben valamilyen utómódon részt vesz a rendezvényeinkben, és fontosnak tartjuk, és fontosnak tartom én is, hogy a szakmai cégeket bemutatni, közelebb hozni az emberekhez, közelebb hozni nem mi cég, hanem mi termék is például. Mit tud nyújtani az embereknek az a bizonyos szakmai cég? Így van, mert ez egy fontos dolog, hogy ha egy példát ki tudnék emelni, X szatmári cég elkészít egy széket, lehet a szatmári üzlet ebben nem találjuk, viszont egy párizsi, egy londoni műhelyben vagy gyártósoron szembe találkozunk velük, vagy egy müncheni kiállításon, legyünk büszkék, hogy Szatmáron van készítve, itt a Szatmár megyei valamelyik butori gyárban készítették. Most lehet, hogy az, amit az imént mondtál, hogy müncheni, párizsi, milánói, ki tudja milyen egzotikus helyen megtaláljuk azt a széket, amit egyébként egy szatmári cég dobott ki az ajtaján. Ez kicsit furán hangzott, de hogy érted a lényegét, tehát egy szatmári cég készítette el, ez lehet sokaknak ilyen kicsit ilyen science fiction, de hogy volt erre példa, hogy tényleg az a termék, az itthon nem volt látható, vagy térségünkben, de valahol máshol, külföldön tényleg ott volt, látható volt. Ez már nem science fiction, ez a valóság. Tehát valóságról beszélünk. Igen, valóságról beszélünk, hiszen ha a butoriparról beszélünk, azt jelenti, hogy a 90%-a az így gyártott termékeknek az külföldre megyen. Most mindegy, hogy Európa, Afrika, Ázsia, Közel-Kelet, a világ melyik sarkában, de tényleg el lehet mondani, hogy a szatmári butoripari vállalatok, azok a világ minden sarkába szállítanak, minden zegzugában meg lehet találni egy szatmáron gyártott terméket, legyen az egy asztal, egy szék, egy konyhabutor, vagy akár egy nappali, vagy egy ágy. Ez egy híres iparág volt Szatmáron, picit hanyatlott, majd visszatért, és azt mondom, most újra a fénykorát éli például. Ez pont olyan, mint a textilipar, anno az 50-es, 60-as években hatalmas textilipari gyárak itt voltak Szatmáron, a megyében, a városban, Mondiála, szerintem hát igen. Mindenki. Most akkor idézzük fel a régi szép időket, amiről max nagymamáink, nagytatáink, vagy akár anyukáink meséltek. Szerintem arra az időre célzol. Igen, szóval újra megtalálható azok az öltönyök, azok a ruházati cikkek a nagy bevásárlóközpontokban, és újra visszakerült az, hogy Szatmáron gyártott termék, nem csak az, hogy legyártottunk itt egy terméket, és valahol külföldön tettek le egy cetlit, vagy egy emblémát, ahogy meg ez manapság igen. Ilyen trendi szokás mondani, hanem igen, és felkerült az, hogy X szatmári gyártó, Y szakmári gyártó, és ha ezt ugyanúgy veszik ezt az egész utóbbi 50-60 évet, van Szatmáron egy óriási nagy gyárunk annó valamikor, lehet kimondani nevét. Lehet szerintem. Abszolút, persze, hát a történelmed meg a múltunkhoz tartozik, persze. Az unió az a múltunkhoz tartozik,
sok-sok évig azt mondták az emberek, hogy hát ez nem is létezik a gyár, de létezik, dolgoznak, igaz, nem több ezren, kisebb létszámban, de mai napig fenn van és dolgozik. Vagy vegyünk egy másik példát, a szeptember 1, az öntőde, az aragászgyár, meg mai napig azt mondják, hogy aragászgyár, pedig valójában nem sok aragászgyár készítenek már, viszont az is hozzánk tartozik. Az, hogy úgy a 90-es évek vége, a 2000-es évek elején elindult egy másik vonal is, azaz az autóiparnak a fejlődése, hogy bekerültek itt Szatmárra, a megyébe nagyon sok autóiparba bedolgozó gyárak, ezek egy plusz tevékenységet hoztak. Amikor úgymond a bútoripar, a textilipar, a fémfeldolgozás, a fémmegmunkálás picit háttérbe szorult. Viszont eljött az a pillanat, amikor az utóbbi 5 évben ezek a gyárak újra visszaindultak, újra belendültek, hiszen oké, autóiparról beszélünk, de oda is kell még X borító, egy darab fém, egy darab bútor valami, és persze egyik a másikat kiemelve, együtt dolgozva tudták létrehozni azt, hogy is és Szatmáron jelenleg a legtöbb gyár együtt dolgozik, együtt tudnak dolgozni, nem az van, hogy házon belül elintéztük, senkivel nem beszélünk. Talán az Expo Industrinak lett egy úgymond egy olyan hozadéka, inkább így fejeznék ki magamat, hogy a cégek elkezdtek egymással dolgozni, elkezdtek egymás tevékenységéből kipótolni azt a hiányt, vagy... Van együttműködés jóformán, hogyha jól látom ezekből a dolgokból, hogy van a szatmári cégek közt együttműködés. Ezt lehet így nevezni? Így van, így lehet így nevezni. Nagyon egyszerűen ennek is a magyarázata, hogy X terméket eddig akár Bukarestből, vagy akár Németországban megvette, viszont van itt egy szatmári gyár, amelyik ezt a terméket le tudja gyártani, még lehet olcsóban is, de nem biztos, hogy olcsóban tudja legyártani, viszont már három dolgot meg tudunk spórolni. Időt, pénzt, energiát, ja, és megint Szatmáról beszélünk, ja, azaz az adók illetékek itt maradnak Szatmáron. Szóval nem mindegy, hogy azt a 100 lejt arra az X-termékre egy bukaresti cégnek, vagy egy müncheni cégnek adjuk oda, vagy egy helyi cégnek adjuk oda, aki bedolgozik egy másik gyártónak, egy munkahelyeket teremtünk vele, és hosszú távú munkahelyekről beszélünk. Jó, most a véleményedre leszek kíváncsi, és kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan látod te a dolgokat. Ugyanis elhangzott többször az, hogy szatmári termék. Mi a véleményed? Ezek a szatmári termékek. Most itt nyilván lehet elmondani, meg nyilván a fogyasztó fogja elmondani, hogy igenis jók, igen használható, igen tök jó, de hogy szerinted elegendő módon, úton, módon vannak-e promótálva, reklámozva és így közönség elé tárva. Nyilván az Expo Industry ez nagy nap segítség a szatmári termékeknek, de amúgy reklámból hiány van, tehát hogy kevesen látják a reklám, termékeket? A reklám az mindig kell. Mindig kell. Ezért én azt látom, hogy a legtöbb rendezvényen itt a megyében feltűnnek a szatmári termékek. Most lehet egy mézről, vagy egy cipőről, vagy egy virágcsokorról beszélni. Ezek is mind hozzánk tartoznak. Szóval a szatmári iparág az nem csak az van, hogy van 3-4 autóipari gyárunk, 10 motorgyárunk, 20 textilgyárunk, és mit tudom még 100 egyéb, hanem a szatmári iparág az arról szól, hogy van még 1000 olyan kis termelő, akik valamilyen terméket legyártanak. Ők is ugyanolyan fontosak, mint az az Y nevű nagy cég, amelynek 2000 alkalmazottja van, vagy 3000. Mert ha nekiek jól megy, a kisebb cégeknek, ugyanolyan nagy cégeknek is jól megyen, mert egyik a másikát tudja támogatni. Az, hogy 2021-ben az Expo Industry megpróbált egy olyan irányvonalat elindítani, hogy a cégeket közelebb hozzuk az emberekhez, közelebb hozzuk, és bemutassuk azt, hogy mit gyártanak itt Szatmáról. Legyen az egy bútor, egy aragáz, egy tömlő darab autóiparnak, vagy egy fémöntvény, amit önteni kell.
és megismertetni az emberekkel, hogy ez mind-mind itt Szatmáron történik, hogy ez mind-mind a Szatmár megyei tevékenységeket bővíti, ez fontos volt akkor, amikor elindultunk. Mi se gondoltuk 2021-ben, hogy az Expo Industry az két éven belül kinövi magát, és nem csak egy rendezvény lesz, hanem rendezvény sorozatról beszélünk már. És bocsánat, de hogyha már sorozatról beszélünk, hány rendezvény van mondjuk egy évben, amit az Expo Industry rendezve, ami megvan? Hét. Most már hét rende, nem, nyolc, bocsánat, mert idén még bővültünk még egy rendezvényre, nyolc rendezvényünk van, jövőre is ugyanúgy nyolc rendezvény lesz, és talán még így gondolkozunk 2025-26 tájékán egy újabb programról, egy újabb rendezvényről, de ez még a jövő titka, a jövő zenéje, szoktam én mondani. Fontos bemutatni a cégeket. Fontos az, hogy emberbarátibb. Nálunk az Expo Industry-nál az volt egy nagyon fontos tényezője, hogy a család, barátság, munka. Én hiszem abban, hogy a családommal együtt tudok lenni, együtt tudok sétálni, minden rendben lesz. Hiszem azt, hogy a barátokkal akár egy pohár sörben leülünk, vagy egyszerűen csak elmegyünk sétálni egyet, és megnézzük a városban, mi történik, jó lesz. És hiszem azt, ha van munkám, és mindenkinek van munkája, akkor a másik kettő is jól fog működni. Hiszen minden összefügg. És akkor nagyságrendileg egy ilyen eseményre hány ember látogat ki, amíg tart értelemszerűen? Hát augusztusi rendezvényünkön kb. 20 ezer ember volt a négy nap alatt, Satper kb. De mivel mi nem csak úgy gondolkozunk, hogy csak nagy rendezvény és csak kinti rendezvény, hiszen vannak benti rendezvényeink is, amit egy bevásárlóközpontnak a galériájában tartunk, ott is több száz és több ezer ember már megfordult, hiszen tematikus rendezvényeink vannak, és emellett az idejében egy olyan irányvonalat is elindítottunk, amit régebben több kollégám és több barátom is Szatmáron rendeztek rendezvényeket, ilyen autókiállításokról beszélünk. Idén picit másképpen megközelítve, picit én inkább úgy fejezném ki magát, hogy ilyen nem kimondott kereskedelmi szempontból volt az autókiállítás megszervezve, inkább az új trendeknek a bemutatása, főleg az elektromos autók, a zöld dolgok bemutatása volt a célunk. Igen, ez manapság tényleg nagy divat, hogy minél zöldebb legyél, ha a motorkerékpárról, ha házakról, lakásokról, autókról, akkor tényleg legyen minél környezetbarátabb és minél zöldebb, ahogy ez már még egyszer mondom, nagyon nagy divat lett. Egyébként hasznos is, csak azt is hozzá hasznos, kell tenni. Így van. Azt hozzá kell tenni, hasznos is természetesen, hiszen ha csak arra gondolunk, hogy 10 autóból 8, vagy legyen 5, legyen a fele zöld lesz, akkor kevesebb széndioxid fog bejutni a levegőbe. Lehet, hogy evel elősegítjük azt is, hogy ez a klímaváltozás ne történjen meg olyan hamar. Vagy ha arra gondolunk, hogy a házaink a zöldebbé tudjuk tenni, avval hát először is a zsebünkön fogunk spórolni, hogy nem lesz akkora nagy villanyszámlánk és gázszámlánk, és természetesen ugyanúgy visszatérünk, hogy egészségesben tudunk élni. Mindig minden összekötődik. 2021-ben, mikor az Expo Industry ötlet úgymond megszületett, és azt mondtam a legtöbb szatmári cégnek, hogy figyeljetek, én evel szeretnék elindulni, hogy valahol visszajuttatni az embereknek azt a tudatba, hogy igenis ez a cég létezik, ez a cég ezt gyártja, ez a cég alkalmaz embereket, és olyan környezetet hozzá biztosítani, hogy tudjunk is beszélgetni, mert elmentünk egy az egész onnan jött, egy ötletből született. Nyilván minden egy ötlettel kezdődik. Elhívtak egy cég egy megbeszélésre engemet, még 2020 vége tájékán, hogy én szerveztem 2019-ben egy cégnek Szatmáron egy ilyen nyílt napot,
több ezer ember, óriási nagy buli, koncert, hogy ezt hogy lehetne úgy megszervezni, hogy akár több cég is legyen. És mondtam akkor az akkori cégigazgatónak, hogy oké, de ragyajta megy két hetet, hát ezt át kell gondolni. És ő mondott akkor egy jó ötletet, hogy hát neked van jó néhány fesztivál a hátad mögött, és ne gondolkozz olyan sokat, gyere egy ötlettel. Lett belőle 3 hónap majdnem, mire megszületett az ötlet, hogy és nem csak az ötlet, a maga az a terv hozzá, hogy ez hogy kell felépüljön, és úgy indultunk el az Expo Industrival. Lement az első rendezvényünk, sokan azt mondták, hogy na, akkor jó is volt, meg nem is volt jó, meg hát még kell bővíteni, és akkor összeültük a cégtulajdonokkal, sokkal elmondta egyik is másik a véleményét, és akkor én azt az egy mondatot mondtam, adjatok 2 évet, max 3-at, és bebizonyítom azt, hogy nektek lesz igazatok, azaz bővíteni kell. És mindenki azt mondta, oké, de mit bővítünk? És akkor levettem egy lapot, és leírtam, hány iparág van Szatmáron, a megyében, és akkor hány rendezvényt kéne mi ezt leszervezni, hogy megmutatni mindent. És ami egyébként született, sikerült is, tehát hogy minden iparágot, minden egyes céget nagyjából bemutatni, megmutatni, hogy igenis léteznek, igenis termelnek valamit, és igenis családbarátok. És itt most visszakanyarodunk ahhoz, amit mondtál az imént, hogy barátaiddal, kollégáiddal kimenni, meginni valamit, együtt lenni, és ugyanakkor munkát is találni, látod azt, hogy ez egész esemény sorozat sikerült megmozgassa úgy a kicsiket, mint a középkorúakat és a szépkorúakat is. Ez sikerült? Igen, igen, ez sikerült. Ez már az első rendezvényen sikerült 2021-ben, ami a kicsit meg is lepődtem, hogy tényleg a majdnem minden korosztályunk kín volt. A 2022-es évben meg azt tökéletesen látszott, hogy mennyire megmozdult a minden korosztály, mindegy, hogy 10 éves vagy 70 éves. Nem szeretnék kivételeket tenni, de tényleg a rendezvényeinken majdnem minden korosztály ott volt, és nekem azok voltak a nagyon jó pillanatok, amik mai napig nagyon boldogan gondolok vissza, mikor nagypapa, nagymama sétáltatta az unokáját, és azt mondta, tudod, ebben a gyárba kezdtem el dolgozni, anno 50 évvel. Ez felemelő érzés tud lenni, hogy papa, mama, gyerekek, csupaszív szeretet, ott mennek az utcán, és ekkor mondja akár az anyuka, apuka vagy nagypapa, hogy én ott kezdtem el. És ez igen, ezek olyan érzések, amire nem tudja az ember le se írni, ezt meg kell érezni. És valójában 2022-ben az egyéb útorkelejtés után döbbentem rá arra, hogy tényleg valamit mi jól találtunk ki ezzel az Expo Industrival, hogy tényleg ez egy üresség volt. Voltak kiállítások, nem titok, szóval voltak itt különböző kiállítások 90-es években, 2000-es években, 2010-ben. De valahogy azok nagyon ilyen zártabbak voltak. Néhány cég eljött, megmutatta magáét, és nagyjából itt meg is halt a dolog. Az, hogy én picit a rendezvényi szervezői múltamat összehoztam avval, hogy oké, legyen egy kiállítás, de tegyünk hozzá egy csomagot még. Akár egy zenei csomagot, akár egy fiatal tehetségekből álló csomagot. Próbáljuk összekötni a kettőt. Kellemest a hasznossal, ami sikerült is. Így van. Ami tényleg jó volt. Hát 2022-ben az agrárkiállításunk, az első agrárkiállítás Szatmáron, jég volt, hó volt, eső volt, ja, és a színpad működött. Ezt tegyem hozzá. Egy zenész sem akarta lemondani a fellépését. Mindenki énekelni akart, szórakozni akart, és esőben, hóban volt az első agrárkiállításunk, ami számomra is meglepő volt, és az emberek végig voltak, maradtak. Ő akartam is kérdezni, hogy a közönség az jelen volt-e? Igen, jelen volt, ott voltak, igaz nem tomboltak, ma az eselny alatt nem, de már ott érződött, hogy igenis, hogy ez működni fog, az, hogy kössük össze a kettő dolgot, a maga cég bemutatása, vagy a cégnek a tevékenységének a bemutatását inkább így fogalmaznék,
és maga azt a baráti, családias hangulatot is hozzáhozzuk, és ez így fog működni. Ha valaki kilátogatott egy ilyen, már pedig én is jelen voltam egy ilyen rendezvényen, és hogyha már szó volt a zenéről, a fiatalokról, és arról, hogy ők felléptek, láthatjuk azt, hogy a szatmári fiatalokat promótált, tehát ők vannak rendszeresen jelen a színpadon, és tulajdonképpen ők kapnak lehetőséget, hogy bemutathassák magukat, azt, amit tudnak, és végül is hogy nyomják a színpadon a sót. Hát, ha már szatmári termékekről beszélünk, akkor ugyanúgy ez a zeneiparág is ugyanúgy hozzájuk tartozik, és számomra első perctől fontos volt az, hogy a szatmári ifjúságot, a szatmári tehetséget felkarolni, és ott lennek a rendezvényeken. Mindegy, hogy ez egy benti rendezvény, vagy akár egy kinti rendezvény, nagy koncertes, nagy színpados, vagy egy benti, egy minimál színpaddal, hiszen egy benti rendezvényen nem tudsz akkora színpadot felállítani, hogy ott minden fény és hangtechnika fel legyen. Viszont a jelen helyzetben, ahogy találtuk ezt a helyszínt a bevásárlóközpontnál működik, van rá lehetőség, és fontos is lesz mindig is számomra az, hogy a fiatalokat támogatni, bemutatni új dolgokat, volt ott hegedűtől megkezdve énekig, zongoráig, tánc, minden, ami lehet, és emellett persze festészet, szobrászat, ez is ugyanúgy hozzátartozik. Lehet, hogy ők nem a színpadon, viszont a legtöbb rendezvényen az ifjú tehetségenek ebből az iparágból is kaptak lehetőséget megmutatni magukat. Például idén az Expo Industrie, az augusztusi rendezvényen egy külön sátor volt erre kialakítva, a Zene Liceum ...nak a diákjai állítottak ki képeket, festményeket, amit összekötöttünk egy szatmári gyártónak a termékeivel, és megpróbáltuk ezt bemutatni, hogy azért az ipar és a festészet, szobrászat nincs olyan messze egymástól egyáltalán. Abszolút. Mert volt olyan X termék, amit nap mint nap használunk, és a festmény, hogy nagyjából egy is ugyanaz volt. Igaz, mi is kértük a fiatal művészeket, hogy azon termékeket, amit majd kihoz ez a cég, próbáljuk meg a vászonra is rátenni, de az ő szemszögükből. Szóval nem egy az egybe, hanem valahogy ők a saját világukat hozzák a festményekben, és ez egy nagyon sikeres vonal volt, amit biztos, hogy az idéntől kezdve a legtöbb rendezvényen valamilyen formában be fogjuk építeni. Ezt mi úgy neveztük el, Industry and Art, ipar és művészet. Kreatív a név is egyébként, ezt gyorsan hozzátenném. Köszönöm. Szóval itt a kreatív lányok a háttérben, ők voltak a névadók a zeneiskolából, hogy ezt így kéne elnevezzük, ezt a zónát majd a Kossuth kertben, és szerették is, hiszen még egyszer mondom, ahhoz, hogy egy termék megszülessen, valahol le kell rajzolni. Ez ugyanígy van egy művésznél is. Van egy ötlete, húz egy vonalat, kettőt, és onnan indul el. És ugyanúgy a mérnök is, amik ezt meg fogja tervezni, azt az X terméket, ő is egy vonallal, kettővel indul el. Az, hogy az a termék végül egy gyárnak a szallagján lesz majd legyártva, vagy a festmény kikerül egy falra, én hiszem azt, hogy a művészeti vonal mindkét helyen megtalálható. Látom azt, hogy tényleg nagyon komplex ez az egész történet, de nem bírom ki, még egyszer mondom, hát rengeteg emberrel találkozunk, pláne de miután lemegy egy ilyen rendezvény, és aztán minden bizonnyal odafáradnak hozzád, és nem tudom, hogyha kaptál ilyen visszajelzést az emberektől, vagy nem jönnek ilyen megfigyelések előtt. Igen, István, ez tök jó, ez tök szép, komplex volt, de hát egy kolozsvári rendezvény, egy temesvári rendezvény, meg ami ott van, az mindig jobb, meg mindig másabb, tehát ilyenekkel találtak meg téged? Ja, természetesen, hát ez hozzátartozik a rendezvényhez. Én azt szoktam mondani, ha minden rendezvény után egy ember boldog, akár munkahelyet talált, vagy akár egy olyan terméket, ami meg szeretne venni, már én boldog leszek, már jutottunk többre, de természetesen mindig vannak ilyen
ilyenfajta... Nevezzük károgóknak őket, tehát mindig rendszeresen mindig. Valamiért sírnak, panaszkodnak, hát ez nem olyan volt. Ókolozsváron egy ilyen rendezmény teljesen másképp néz ki, sokkal több ember, másabbak a koncertek, hát mindig van kárkán köböt találni. Én azt szoktam mondani, hogy jön segíteni a következő rendezvényben. Jönnek? Volt rá példa. Oh, szuper. Volt rá példa, és az egyik komoly példa, ez pont nem is olyan rég volt, lement a rendezvény, és megkérdeztem, hogy a következőre az idősebb hölgy, hogy tetszik-e még jönni segíteni nekem? Biztos, hogy nem. És mondtam, megkérdeztem a hölgytől, de hát miért nem? Hát, hogy olyan jó ötletekkel jött, elkezdi a hölgy, hogy igen, viszont a valóság az teljesen más. Az álomvilág és a valóság más. Ez egy reális dolog, hiszen mi nem tudjuk azt a szintet, vagy nem is úgy fogalmaz szintet, azt az embermennyiséget elhozni egy rendezvényünkre, mint Kolozsvár, Temesvár, ahol 400 ezeren laknak. Mi a megyében vagyunk 300 ezeren körülbelül, Kolozs megye meg 6-700 ezeren laknak. Persze, hogy akkor, ha ott történik egy rendezvény, akkor sokkal többen vannak. Ez normális dolog is, hiszen kisebb város vagyunk. Viszont én azt mondom, hogy mivel sok turistát el tudunk hozni, akár Németből, Magyarországról, csehek, Szlovákia, rengetegen voltak a mi rendezvényeinken, akik eljöttek azért, hogy megnézzék ezt a gyárat vagy azt a gyárat. Én ezt fontosnak tartom, hogy mi azért nyitottunk egy olyan vonalat is, egy külföldi vonalat, akik jönnek, látogatnak, és tanácsot is adnak nekünk, hogy ezt még hogy kell megszervezzük, az utaztatás például. De egyre többen vannak azok, akik már nem azt nézik, hogy mi a hiba a rendezvényben, hanem igen, itt történik valami szakmáról, itt nem csak a saját rendezvényemről beszélek, unblock mindenről, hogy történik valami szakmáról, jó dolog, előre felelépünk, tanulunk a hibáinkból, jövőre jobb lesz, jobban ott tesszük magunkat, és persze a cégek nélkül ez nem lehetne megvalósítani. A cégek is belátják azt, hogy azt akarjuk, hogy ne 10 000 ember jöjjön ki, hanem 20 000 ember, akkor zsebbe kell nyúlni, egy nagyobb fellépőt meghívni, persze akkor sokkal többen eljönnek, viszont ezek mind-mind költségek, amiket az Expo Industry, és nem csak az Expo Industry, hanem minden más rendezvény, ezt tudja, hogy nem mindegy, hogy 10 000 euród van rendezvényre, vagy 100 000. Itt a nagy számok törvénye is hozzá. Fogunk beszélni a számokról is a továbbiakban, de most gyorsan elmegyünk egy reklámra, aztán visszajövünk Istvánnal. No, hát reméljük mindenki visszaért, mi itt vagyunk, még mindig, és az imént arról beszélgettünk, hogy igen, van hova fejlődni, vannak eredmények, külfölddel is próbáltok kollaborálni, együttműködni, és hát arról is szót ejtettünk az eddigiekben, hogy oké, hogy megvannak a pozitív visszajelzések, mert egy kiváló és komplex esemény sorról beszélünk, de azért voltak olyanok is, akik elégedetlenkedtek, károgtak, stb. Erről is volt szó. Jó, hova lehet még fejlődni? Persze lehet még fejlődni, hiszen ha van negatív feedback rendezvény, akkor azt jelenti, hogy valamit még ki kell pótolni, valamit még ki kell, még kell emelni a szintet. Hát a jövő évre mi már úgy gondolkozunk az egész csapattal a hátam mögött, hogy még színesebbé tenni a rendezvényeket, megpróbálni olyan zenei stílusokat, olyan zenei elementeket bemutatni a rendezvényeken, ami mondjuk lehet, hogy nem standard, vagy ilyen, vagy szabályszerűen, hogy jazz például, de filharmóniára gondolunk, koncert, színházra gondolunk, hogy kikerüljön egy rendezvényünkre. Szóval próbálkozni akarnánk egy olyan vonalat elindítani, ahol akár a kortárs művészetről, zenei művészetről, vers, prózamondás, ezeket visszacsempészni, hiszen anno, én emlékszek rá, még 2006-2007-ben az első rendezvényeinken, a Mikulás napi rendezvényen, karácsonyi vásár, ott
ezek még palettán voltak, azaz énekeltünk. Ezt nagyon jól megfogalmaztad, még palettán voltak. Igen, és utána folyamatosan eltűntek. És 18-ban, amikor az egyik sörfesztivált szerveztem, ott próbáltunk ilyen, ezt a fajta zenei világot, a versnek a zenei világát visszahozni, csak valahogy nem találtuk meg mi azt a hangnemet a közönséggel, akik hozzánk jöttek ki, és... Látsz erre amúgy igény, tehát most tényleg komolyan és objektíven nézve a fiatalokat, vagy akár a középkorúakat, látsz erre igényt, hogy lenne közönség, aki erre odafigyel? Igen. Ezt elmondhatom. Igen, és van rá igény, egyre nagyobb igény van a minőségi, kulturális tevékenységre. Van igény, és azt mondom, a következő 1-2-3 évben még nagyobb igény lesz rá, hiszen X zenekar lehet Szatmár megyében megfordult egy évben háromszor, de egy olyan zenei csemege, ahol akár Petőfi verseit, vagy Arany János verseket, vagy most sorozhatnám Kosztolányitól Dzsidáig mindenkit, hogy ezeket bemutatni, erre nem nagyon van lehetőség, vagy legalábbis nagyon szűk körben. Az, hogy egy nagy színpadra egy ilyen programot összehozni, én ebben látom nagyon nagy fantáziát, vagy akár nagy színpadon színházi darabot bemutatni. Én nagyon, nekem egyik legnagyobb színházi élményem, az mai napig a Padlás című musicalhez kötődik. Amit még anno a nyári színházban, a Szatmári nyári kertben, a nyári színházban bemutattak. Igaz, azóta már nincsen nyári színházunk, de hát egyszer újra lesz, és szabadtéri színház, és akkor lehet ez. Én ilyenbe is gondolkozok jövőre, hogy az Expo Industrinak valamelyik rendezvényébe egy színházi darabot becsempészni, mert hiszem azt, hogy van igény rá. Hát csak azért kérdezem, mert néha odafigyeltem, meg jelen voltam, még egyszer mondom, egy ilyen eseményen, és el nem jött, hogy higgyem, hogy tulajdonképpen mindenhol, valahogy, ezt most itt kicsit szubjektív leszek és elfogult, de valamilyen úton, módon valahogy mindig belebotlok a mulatós szemébe, és amire olyan jól érzik magukat az emberek, és valahogy olyan jól ropják, és látod azt, hogy több százan jól érzik magukat, amivel nekem tulajdonképpen túl sok gondom nincs, tehát nyugodtan mindenki érezze jól magát, ahogy csak szeretné, és ezért innen jött a kérdés, hogy erre látsz, tehát tényleg, hogy a minőségi kultúra, ez mind szép és jó. A kérdés csak ugye az, hogy tényleg lenne erre közönség, mert látjuk, hogy a mulatósa már pedig van. Igen, mi is próbáltuk idén máskülönben a második Agrár Expon, egy Queen show-t hoztunk le, egy bukaresti zenekar, Dan Herzogé zenekara, egy Queen show-t hozott le Szatmára, ami nagyon nagy sikerünk volt, hiszen azért az a réteg zene, aki Freddie Mercury-t szereti, az nagyon nagy, nagyon szeretik. És ami viszont ezen a koncerten nagyon meglepett, nagyon szép dalokat, Freddie Mercury-nek az életpályájáról majdnem minden dalt elénekeltek, és a vége fele a Dan Herzog úr elkezdte a Tavaszi szélt énekelni. Azt mondta, ha már itt vagyunk, majd 500 kilométerre Budapesttől, ahol 86-ban fellépett, akkor ezt el kell énekelni. És egy igaz, előtte én nem tudtam, hogy mit írnak valójában, csak utána vettem észre azt, hogy leírták neki a Tavaszi szél szöveget, és hogy ez, és ez mekkora megható volt. Igen, hiszem, hogy van rá keretlen, jövőre szeretnék abbában gondolkozok, egy abba csomagot lehozni, gondolkozok, hát nem mondok többet. Jó, rendben, akkor ez kulisszatitok. Ez már maradjon kulisszatitok. Pedig már annyira jó lett volna, hogy itt az élvonalban elmondod nekünk, hogy milyen tervek vannak még, és milyen nagy célok vannak még a jövőre nézve, akkor ez most elmarad. Hogyha már jó élményekről, meg fejlődésről van szó, akkor minden bizonnyal vannak jó élményeid, csúcspontok, pillanatok, amik megmaradtak benned. Igen, majdnem minden rendezvény van egy olyan pillanat, amikor azt mondom, hogy igenis érdemes csinálni, érdemes ezt, tehát
harcolni, érdemes küzdeni ezért a rendezvény sorozatért. Talán az egyik a sok közül úgy mondanám, az az volt, amikor X személy éveken keresztül ostorozott minket, hogy nem kell ezt csinálni, nem kell ezt csinálni, minek bemutatni, szakmát nem érdekli. És kutyát sem érdekli. Én mindig meg vagyunk halva, mindig nem jó. Nem akartam így fogalmazni. És az idei agrárkiállításon kijött az a személy, de egy nagy csoporttal, családi csoport, papa, mama, gyerekek, unokák, minden. És az egyik gyerek megkérdezte, hogy most az a nagy gép mire való? Egy kombányról volt szó. És ez az úr elkezdte magyarázni, hogy evel aratják le a búzát, és akkor a gyerek, hát jó van, de ha learatja a búzát, az csak úgy van a nő, az megjelenik. Nem. Akkor megfogta a három unokát, meg ott nem. Na, ez a gép azt a cél szolgálja, hogy itt felboronáljuk a földet, igen, itt elveti, végsorra végigmutatta a folyamatot, hogy ez valójában hogy is lesz a vetéstől az aratásig búza. Majd bementünk a benti helyszínre, és ott megmutatta, hogy itt a kenyér. Hogy itt a liszt és a kenyér. Kijött, és oda jött hozzám az úr, megkezdik, most értettem meg, miért csinálod. Én ezt elmondtam már máskor is, más rendezvényeken is. Célunk az, hogy bemutatni. Mert, mint ahogy ebből a családnál is egy példa volt, hogy oké, van egy kiló kenyerünk az asztalon, de ahhoz a kiló kenyérhez óriási munka van a háttérben. A mezőgazdástól, a vegyészig, a pékig, a söfőr, ami kihozza, az eladó, még eladja azt a kenyeret, a boltban, a pakoló munkás. Ez egy óriási munka van a háttérben, ahhoz, hogy nekünk legyen egy kiló kenyerünk. És ez egy fontos mérföldkő volt az életemben, és azóta ez a úriember szint az egyik legjobb promóterem, inkább így mondanám, hogy ő az, aki harcol azért, hogy tényleg nagyon sok rendezvény szülessen még meg, és ez is egy fontos. De talán még mindig az az egyik legnagyobb élményem, mikor a nagypapa az unokának adom, hogy én itt dolgoztam. Igen, az úgymond szíven ütött engemet is, mikor ott az úriember is elkezdett, a könnyei kijöttek a szeméből, hogy létezik ez a gyár még, és még dolgozik. És még a legdurvább az volt, mikor azt mondta, hogy nem tudom melyik szekción vagy gyár részlegen, hogy ő itt volt, és a kisföld fogta a telefon, felhívta, nem tudta a teljes gyárnak a rajzait, meg minden, és megfelhívott ott valakit, és csak azt mondták, hogy igenis, az a gép még megvan. Na szóval az volt azért tényleg egy nagyon élmény volt. Gyönyörű szép kerek sztori. Szóval, hogy megvan az a gép. Utólag megtudtam, hogy el is vitték azt az idős embert, aki ott dolgozott majd 40 évet, és az unokával bevitték abba a gyárba, és megmutatták neki. Igenis, hogy tényleg létezik még az a 60-ban legyártott gép, és mai napig dolgozik, tegyük azt hozzá, az Eszterga gép. Igen, ezek olyan momentumok, vagy az utcán rád köszönnek, köszi István, jó volt ez a koncert, köszi. Összegezve egy halom pozitív visszajelzés, és az emberek látják azt, amit te letettél az asztalra, felépítettél egy brandet, egy nagy brandet, és rengeteg ember csődül oda, hogy megnézze azt, hogy a szatmári ember, a szatmári termék hogy néz ki, milyen, mennyire működőképes. De most itt kerekíteném ki én is a történetet, vagy kérdeznék rá egy olyan dologra, hogy külföldiekre gondoltok, tehát hogy őket is valahogy behívni, megmutatni, hogy már pedig mi szatmáriak, mire vagyunk képesek? Folyamatosan küldjük ki az értesítőket, jönnek külföldről. Mi külföldről inkább olyanokat próbálunk megcélozni, akik megvennék a termékeinket, vagy olyan gyárakat, vagy partnereket, akik kivinnék a terméket külföldre eladni. Nem igaz az a célunk, hogy ők most behoz a termékét és itt adja el. Ezért kapunk hideget, meleget, mert igen, kapunk ebből, hiszen
Nekünk a szlogenünk az, hogy Expo Industry, szakmánon gyártott termék. Nagyjából ez itt, igen, pont. Itt le is zárjuk ezt a témát, mert nem igazán szeretnénk azt, hogy mit ez, ez az asztal, amiket X helyen gyártották, ide most őt reklámozzuk itt egy rendezvényünkön. Én nem azt mondom, hogy mindent lehet gyártani Szatmáron, de van szolgáltatás is. Most ha zöldről beszélünk, mert már egyszer felmerült ez a téma, mindenki zöldházban gondolkozik. Hát a napelemet Kínába gyártják. Oké, de az van egy óriási munka, az felkerüljön. És ha egy szatmári cég ezt a munkát el tudja végezni, miért ne legyünk büszkék rájuk? Csapattal megcsinálják, spórolunk az áramon. Vagy hőszivattyúk, légfúvók, oké, külföldön gyártották. Viszont ezt valamikor be kell szerelnie, és ugyanúgy ezt utána szervizelni is kell. Ha van rá szatmári csapatunk, legyünk büszkék, igenis, tényleg 20-30 ember azért dolgozik, hogy az a légkondi, az a légfűvő, vagy az a hőfűvő, az működjön a házban. Hiszen avval zöldebb lesz a házunk, egészségesebben élünk. Nem csak azt ad, hogy gyártunk valamit, hanem maga a szolgáltatás rész is fontos, hogy az is helyi szinten, Szatmár megyei szinten működőképes legyen. Mert, mint a legelén is mondottam, gyártó, van egy nagy gyár, viszont lehet, hogy még 10-20 cég bedolgozik, akik valamilyen szolgáltatást bevisznek, és ez mind-mind a szatmári terméketet, a minőségét emeli. Ez most a puszta kíváncsiság a következő kérdés, mégpedig az, hogy látom azt, hogy volt szó itt bútorról. Traktorok, kombányok, tehát hogy mezőgazdasági gépek is ott vannak az expón. Nem tudom, mi az, ami még kimaradt? Gyárak, cégek bemutatói. Tehát eddig egy nagyon széles skáláról beszélünk. Nagyjából. Igen. Hát a kérdés csak az, bocsánat, még van a kérdésből egy részecske, ami nagyon fontos, hogy gondoltatok-e arra, hogy például IT, robotok, olyan IT-s cuccok, kiegészítők, mert hogy tudjuk, hogy az IT az is nagyjából a jövő, és ott is van egy nagyon széles, igazán nagy tömeg és érdekeltség. Minden, ami IT. Jelen vannak szinte minden rendezvényünkön valamilyen formában. Most idén az Expo Industry-n egy robotot hoztunk ki, és megmutattuk, hogy működik egy robot, hogy milyen munkát tud. Jó, nem egy óriásit, hanem egy kisebbet, ami tényleg látványrobot volt, én úgy mondtam. És van egy, az Expo Industry-n van egy második mondata is, Industry 4.0 itt van Szatmáron. Ez azt jelenti, az ipari forradalom, ipari fejlődés. Az 1800-as évek vége felé még megjelent a gőzgépek, az emberek lerohanták, ütötték, vágták, jó, elveszik a munkájukat. Végül nem tudtak a gőzgépekkel együtt dolgozni. Jött a II. Világháború és környéke, elektromosság, elektromos áram, már egy újabb forradalom. A 70-60-as, 70-es évek megkezdődtek a, úgymond, az első lépések az automatizálás fele. Azaz az esztergagépek különböző számsorokat, kódokat kaptak, amivel könnyebben tudtak dolgozni. És jöttek a 2000-es év, amikor megjelentek a szoftok, a programok. Ha csak a telefonunkra nézünk, hát én még emlékszek a Nokia 5110-esre. Ó, igen. Ami a féltéglát itt hordtuk az oldalunkban, és nem mindig volt jel, és tényleg lehet, hogy SMS-t el tudták küldeni, meg éppen tudtál két szót, három szót beszélni. Ma meg a telefonban ott van az egész életed jóformán, az internet minden, e-mailek, különböző céges dolgok, minden rajta van. Az ipari forradalom, az, amikor megindult az 1800-as évek végén, az folyamatosan velünk élt. Az, hogy most elértünk abba a fázisba, hogy a robotok és a mesterséges intelligencia is egyre közelebb jön, azaz már az 5. forradalomról beszélünk, és már erről már sok mindenki beszél, hogy valójában már a 4. túlléptünk, ez már az 5. ipari forradalom.
mi az Expo Industrien egy céget el is hoztunk, akik a mesterséges intelligenciáról beszél. Azaz, hogy tudjuk? Most minimálisan mutattuk be, azaz egy képet, hogy lehet megalkotni mesterséges intelligenciával. Azaz néhány paramétert adtunk meg, és elkészült egy festmény. Néhány paramétert adtunk meg, és elkészült egy csapágy. Próbáltuk bemutatni azt, hogy mesterséges intelligencia az már az életünkben van. De csak ha telefonra nézem, ott is látjuk egy jelet, AI, azaz az mesterséges intelligencia már ott van a telefonban is, igen, például. Viszont a robotok, az meg a munkánk is lesz majd, a munkaeszközünk. Én már voltam itt Szatmáron is, olyan gyárban, ahol tényleg rengeteg robot már dolgozik. Olyan munkafázisokat átvettek, ami akár tényleg könnyítette az emberi életet. Nem mindegy, hogy az 50-60 kilót könnyítette, dolgot, vagy átvette? Könnyítette. Én mégis ezt mondom, hogy könnyítette, mert nem mindegy, az 50-60 kilós vasdarabot feszt emelgetni, pakolászni, jött a robot, megfogja, az emberi leteszi, megcsinálja azt a fázist, a robot viszi tovább. Persze, hogy könnyítette. Fontos ez a tényező, hogy most már ez hozzánk tartozik. És én biztos vagyok benne, hogy akár 2-5, nem mondok 10 évet, az már szerintem sok lesz. Nagyon sok robot el fog a gyárakban terjedni, nagyon sok robot fog dolgozni. Egyre nagyobb mennyiségű munka van. Nem érzed azt, hogy egy kicsit ez öngól? Tehát, hogyha egyre több robot csődül be a gyárba, nem áll fenn annak a veszélye, hogy az emberek elvesztik a munkájukat? Nem. A robotok az mindig is kiegészítő. Az sose fogja az embereket kiegészíteni, kihelyettesíteni. A robotnak meg kell mondani, ezt csináld, ide tedd. Mi emberek azért túl gondoljuk már. Ha már ide teszem, akkor mi a következő lépés? Megcínezem itten még, vagy még hozzáteszek, igen, még valamit. A robotoknak el kell mondani azt, hogy A pontból B pontba hogy jusson el. Ott nincsen C pont. Mert ő a robot ennyit tud. Ha beírjuk a programba azt, hogy A, B, C, D, ezt ezeket a fázisokat csinál meg, megfogja. Viszont akkor is kell egy ember elő, aki ezt fogja irányítani. És mindig is az emberek lesznek azok, akik majd a robotokat fogják irányítani. Jó, hogy van a science fiction filmek, ahol már átvették a hatalmat, de ha jól belegondolok, végzik a filmet, hátul mindig egy ember volt, aki elmondta valójában, vagy a programot, a szoftot, amit megírta. Igen, ez már az IT világja, nagyon sok rendezvényen, a konferencián hozunk mindig új dolgokat, IT, főleg a digitalizálás, főleg az IT részlegen, mielőtt tudjuk segíteni a munkát a cégnek. Akár egy olyan szoft, amik számlázik, ne kézzel írjál. Vagy egy olyan szoftot, amik logisztikába könnyíti meg a munkát, azaz se rendszerezi, mikor, mit, hova kell szállítani. Vagy a raktárakban, polcrendszerek kialakításában ezek a szoftok sokat segítenek, hogy ezen a polcon mennyi termék megmozdult, az nem kézzel kell írni, hogy na most 10 termék mozdult meg ma. Az a szoft, ahogy beszkeneltük, már látja, hogy hiányzik, kéri a másik a dünnel a polcra vissza. De nagyon sok mindenben tud minket segíteni. Természetesen kereteken belül, mert az a szoft, amik számlázni tud, az nem fog tudni raktározni. És oda-vissza nem bizonyos működik. Bizonyos határok azért csak vannak. Így de kanyarodjunk egy picit vissza az Expo Industrihoz és hozzád, ahhoz, amit csinálsz tulajdonképpen. Nyilván nem egymagad vagy egy ilyen brand mögött, mert minden bizonyal van egy csapat. Na ők hány főből, kik azok, akik még ott vannak melletted, mögötted, és ezt az egész brandet te tettek hozzá, hogy ez felépüljön? Hát kb. 20 fő az, aki a háttérben valamilyen munkafeladat vagy munkafázisban részt vesz. Külön csapat van a fotós, videós csapatra, egy külön csapat, amelyik a sajtó, a kommunikáció, minden, ami úgymond kétnyelvű román-magyar kommunikációról szól. Egy másik csapat, aki a cégekhez járkál jobbra-balra,
és egy másik csapat, amik, ahogy a kollégák is szoktak mondani, az úgymond a... Hát, erre most keresünk a megfelelő szót, igen, hogy finoman fogalmazunk. Finoman fogalmazzak, és azért a 18 pluszon... Ja, értem, világos. Ezt majd bevágjuk a 18 pluszot, hogy meglegyen. Hogy az benne legyünk, hogy akkor úgy fogalmazom, azon ötleteket, amit én kitalálok, az papírra kerüljön. És akkor ez így nagyon finoman fogalmaztam. Igen, sokszor vannak olyan ötleteim, amit a csapat a háttérben az a haját tépi, és ezt hogy lehet megcsinálni, és fiúk így. És én mérnök ember vagyok, először is gépészmérnök vagyok, picit lehet a rajz és a matematika világában élek, mert technikai emberként ezek mind közel állnak hozzám. Én nagyjából bármilyen rendezvényt matematika algoritmus szintre is le tudom vinni, hogy kinek, mikor, hol kell legyen, hány perckor kell legyen ottan, mennyi időt kell arra a munkára, hogy folytasson. Ebben a szempontból a csapattagok, a többi tagok háttérben néha ockodnak, hogy próbáljak meg is picit lazább lenni ebben a szempontból. Radikális embernek érzed magad? Van benned egy ilyen pici hajlam, hogy már pedig az, amit én mondok, és kész? Nem, én maximalista vagyok. Ja, értem, világos, megbeszéltem. Szóval a rosszabbik fajta. Ja, igen, azért is búlogattam. A maximalista vagyok, aki azt mondta, hogy igen, és ez a rendezvény így ezt a képet akarjuk közölni, ezt a tudatot akarjuk az emberekbe tudatosítani, hogy míg felvállaltuk, az Expo Industry felvállalta azt, hogy a Szatmáron gyártott gyárakat mellé állunk, és ők hisznek bennünk, hiszen több száz cég van, aki most már valamilyen szinten hozzánk csatlakozott, mellettünk van kiállítóként, támogatóként, és ők is hisznek most már bennünk, és látom azt, hogy a következő 2-3 évben mekkora változások lesznek majd az Expo Industry keretén belül. Ezt valahol el kellett érni. Fontos az, hogy én is úgy meghallgatom mindenkinek a véleményét. Legyen az pozitív, legyen az negatív. Pozitívből lehet feedbacket kapni, és hogy ne ezt jól csináljuk. Ha konstruktív, ha valamiban mit belőle tanulni. Negatívből, meg tényleg akkor le tudjuk szűrni azt, hogy mik a hibáink. Nagyon sok hibánk van nekünk is. Persze van hibáink, hát emberek vagyunk. Míg valójában tanuljuk ezt az úgymond iparágat, mert ez egy olyan iparág, amit nem lehet már holnapra megtanulni. Főleg úgy, hogy nagyon sok különböző típusú rendezvényünk van, és minden rendezvény megvan úgymond a saját specifikuma, a saját kis szabályai, hogy miben, milyen keretek között tud mozogni az a rendezvény. Picit néha túllépünk rajta, és próbálunk más irányt is bevonni, de azért mi is emberek vagyunk, próbáljuk azokat a fontos dolgokat, ami fontos az, hogy barát legyen, családi legyen, együtt legyünk, tudjunk kommunikálni, tudjunk beszélgetni. Ezek mind egy rendezvényben, a miénkben, az Expo Industry rendezvényben, ezek fontos tényezők. Lehet, hogy most egy kicsit indiszkrét kérdés, de nem bírom ki ismét, hogy ne kérdezzem meg, így kerekperec konkrétan. Volt-e olyan rendezvény, amire azt mondta, hogy fú, az csőd volt, tehát az úgy, ahogy volt, az nem úgy sikerült, nem úgy álltak össze a dolgok, a csillagok sem az égen nem úgy álltak össze, és egyszerűen bármit csináltuk, bárhogy csűrtük, csavartuk, az nem úgy sikerült. Volt, természetesen, belefutottunk mi is. És akkor erre visszatérve, következő évben újra megcsináltuk, és más volt, és már teljesen más volt, jól sikerült. Mint mondottam, a hibáinkból is tanulunk, hiszen én sok mindent úgymond láttam. Én nagyon sokat jártam a világot, különböző rendezvényeken, Dubaj, Prága, össze-vissza kiállításokon, és láttam, hogy ott hogy történik, hogy csinálják ottan, hogy alakítják ki ezeket a úgymond a standokat, milyen a kommunikáció a cégektől kifele az emberek fele. Ugyanezt próbálom én is behozni ide Szatmára. Persze akadályokat ugyanúgy én is megkaptam, meg is fogom kapni, de semmi gond. Hát ezért vagyunk emberek, hogy az akadályokat kikerüljük, átugorjuk, és megyünk előre. A hibáinkból tanulván,
most már tudjuk azt, hogy 2024-re, 25-re melyik azon rendezvények, amiket talán jobban kell reklámozzuk, talán több kiállítót kell hozzunk, talán jobban meg kell nyissuk azt a zenei palettát, hogy még több ember eljön a zenei, a kulturális dolgokra. Persze ezek folyamatosan alakultak ki. Nem volt 2021-ben, mikor indult az Expo Industry, csak egy alapötlet volt. Hogy igen, Szatmári gyártott termékek, Papíron 4.0, próbálunk meg ilyen kulturális tevékenységet hozzátenni, érezze jól mindenki magát. Honnan indult ez? Az, hogy most 2023-ban azt mondjuk, hogy több mint 30 rendezvény van már a hátunk mögött, és még idén még mindig lesz 2 darab rendezvényünk, egy október közepén az építkezési zöldház, november végén a nemzetközi butor kiállítás, ezt kihangsúlyozom. Nemzetközi, tehát még egyszer, ez nagyon fontos, hogy nemzetközi butor kiállítás, ugye? Jól mondom. Nemzetközi butor kiállítás, ami arról fog szólni, hogy az a szatmári szék, ha már valahol kezdtük el a beszélgetésünket, amit itt Szatmáron legyártanak, és itt be fogjuk mutatni, hogy itt Szatmáron ilyen terméket is gyártanak, amit akár New Yorkban, vagy akár Londonban, vagy akár Shanghaiban használnak az emberek, valami nap vásárolnak. Gyors kérdés, és itt már lassan a műsorunk végén járunk, vége fele. Mikor és hol láthatunk még téged rendezvényeken, vagy hol lesz a következő rendezvény pontosabban? Október 13-15 építkezés zöldház. Feljegyezni, mindenki jegyezze fel otthon, hogy építkezés és zöldház. És 24-26 november nemzetközi butor kiállítás. Ezeket feljegyeztük. István, hajrá, sok sikert, legyenek ugyanilyen jó rendezvények, színesek, és remélhetőleg ezek a célok teljesülni fognak, amivel még ki szeretnéd színezni. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál, és hogy ennyi mindent megosztottál velünk. Én köszönöm, itt lehettem, remélem sikerült sok mindent elmondjak kis az Expo Industry történetről. Kedves nézőknek pedig köszönjük nagyon szépen a megtisztelő figyelmet, azt, hogy ma is minket választottak. Hát találkozunk az Expo Industry októberben és novemberben, ott találkozhatunk majd Istvánnal is, és hát úgy, hogy azt hallották és láthatták, lesznek kifejezetten színes programok. No de mi találkozunk jövő szerdán ugyanekkor, ugyanitt, a TV1-en 19 órától. Addig is minden jót, sziasztok!